Az előző találkozásunk az, ami egészen más körülmények között zajlott. Akkor, ha jól emlékszem, 3-0-ra győztünk a Kazinc Balcika ellen. Mi ez a mostani Mivárosi csapat? Mit lehet látni belőle? Üdvözlöm a kedves nézőket, és köszönöm az első kérdést. Szinte vártam, kicsit pontosítani szeretnék. Az 6-0 volt, amikor kikaptunk itt Balmazújvárosba. Az egyik edzőkollégám azt mondta, hogy Jani, ne keseredjél el, jobb egyszer kikapni 6-0-ra, mint 6-szor 1-0-ra. Valahol igaza van, de fájó volt az a vereség. Ugyanakkor örömteli, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget a klubvezetés részéről, egy megkeresést a Pajkos János úr és a Tibor István, dr. Tibor István polgármester úr részéről. Én tudtam, hogy jó helyre jövök, mert imádják a labdarúgást, és kiváló lehetőségeket biztosítanak a szakmai munkához, és gyakorlatilag nem hezitáltam. Jöttem, itt vagyok, és dolgozni szeretnék a csapatért és a klubért. Balcikáról nézve, Balmazújváros egy ilyen jó hely? Igen, igen. Én azt gondolom, hogy a csapat bebizonyította még a két csoportos NB2-be, hogy bekerült az 1-8 közé, és ezzel biztosította az NB2-es tagságát. És ebbe az erős NB2-be úgy gondolom, hogy egy nagyon jó pozíciót foglalt el, és egy jó kis masszív, egységes csapatként mutatkozott be az első évben. Ez a csapat most teljesen átalakult. Én megmondom őszintén, nem is nagyon emlékszem arra, hogy ekkora mozgás lett volna. Mit várhatunk? Mennyi idő még egy ilyen csapat összeáll? Nincsenek könnyű kérdései, de nyilván erre itt van egy olyan szakmai stáb, akik azért már elég régóta együtt vannak, és én a folytonosságnak vagyok a híve. Nem úgy jöttem ide, hogy innentől kezdve csak azon, amit én mondok és én akarok, hanem meghallgatom a csapatért eddig dolgozókat, illetve egyeztetem velük folyamatosan az elképzelésemet, és kialakítjuk a kívánt taktikát és a stratégiát annak érdekében, hogy a csapat, vagy ön mondta, minél hamarabb ütőképes legyen a nagy változások ellenére is. Ezen a mai mérkőzésen a Cigánd ellen láttunk szépet is, meg kevésbé szépet. Nem minden tetszett. Volt, ami viszont nagyon tetszett. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ebből a sok fiatal srác egy olyan ütőképes gárdát lehessen kovácsolni, aminek stílusa van, motivációi vannak, és ráadásul minden srác a helyén legyen? Az edzői pálya az van, hogy elég nehéz terep, nyilván, de ennek a munkának nagyon szép része az, amikor tehetséges, ambíciózus, elhivatott fiatal magyar játékosokkal dolgozhatsz együtt. És azt gondolom, hogy a Balmazújváros mellett ez is szól többek között, hogy igyekszik a magyar fiataloknak lehetőséget adni. Mi is így gondolkozunk, és nagyon szeretnénk minél hamarabb egy ütőképes csapattá gyúrni a társaságot. Meg fogjuk találni azt a megfelelő keretet, akikkel méltóképpen tudjuk képviselni a klubot. Ígérem, hogy a következő kérdéseimet most utoljára teszem fel, viszont helyre kell tenni őket. Hogyan fog kinézni a szakmai stáb? A szakmai igazgató változatlanul Pajkos János, a vezetőedzőként vagyok, és a munkámat segíti a Fekete Robi, a kapusedzőként, illetve a Szabó Balázs, koordinációs, illetve erőléti edzőként pedig az Elek László van a csapat mellett. Hát akkor tulajdonképpen csak ön az egyetlen úgy ember. Így van. Az előbbi kérdésére ezért mondtam azt, hogy örülök annak, hogy egy olyan helyre jöttem, ahol nem cserélték ki a szakmai stábot, és forgattak fel mindent annak érdekében, hogy egy újat keresnek. Nyilván valami újat fogok én is hozni, és én is arra törekszem, hogy minél hamarabb beilleszkedjek ebbe a társaságba, és eredményes munkát tudjak végezni. A csapatban azért vannak ismerősök is, akikkel már dolgozott együtt. Hogyne, ezt örömmel láttam az első bemutatkozáskor. Nagyon jó emlékeim és jó benyomásokat őrzök a Müller Zsoltról. Dolgoztam vele együtt korábban Kazincbarcikán, és rendkívül jó csapatembernek tartottam a Zsoltot, és ha jól emlékszem, a Bőcs ellen, pont az előző egyesülete ellen lőtt egy fantasztikus gólt, és azt látom, hogy nem változott. Ugyanolyan megalkuvás nélküli játékot rak le a pályán, és abszolút profi a hozzáállása, úgyhogy, de nincs gond senkivel. Fog változni a csapatnak a stílusa? Én folytatni szeretném azt az utat, amit a Jánosékkal átbeszéltünk, az pedig a rövidpasszos kombinációs játékra épül. Nem igazán szeretem, hogyha fölrúgják, fölívelgetik a labdát, de hangsúlyozom, ez nem csak az én elképzelésem, hál' Istennek
nagyon jó passzol a korábbi elképzeléshez is, már az elmúlt hónapok beli elképzeléshez. Úgy gondolom, tavaly nem láttam a Balmi az Újváros meccsét, korábban elég sokat jöttem ellenfél nézőbe, bevallom őszintén, és mindig jó benyomást tettek rám, de nem igazán szeretem, amikor kiveszik a labdát a játékból, és szárítják, azaz felívelgetik. Sokkal jobban szeretem azt, amikor azt a jó magyaros kis rövidpasszos, kényszerítős, rágyorsítós játékot játszunk, és az előrejáték az nagyon fontos. Ugyanakkor a védekezésnek a stabilitását meg kell őrizni. Nyilván érzékeny kiesés a Szőlősinek a távozása, egy gólérzékeny ember volt, érzékeny kiesés a Forgácsnak a távozása a védelemből, de én úgy gondolom... Viszont van kis tacink. Így van, úgy gondolom, azért jöttek olyan játékosok, illetve felépülgetnek olyan játékosok, akik meg tudják oldani azon a szinten. De milyen Gabi marad, megy? Hát erre még korai válaszolni, én úgy gondolom, hogy ő marad, jól érzi magát, kezdi utolérni magát, és ma is volt egy-két nagyon jó megmozdulása, ami tetszett, és ami pont arra épül, illetve visszaigazolja azt, ami az én elképzelésem, hogy a védősor előtt, aki bevállalja ezt a kis kényszerítőt, és területbe beindul, akkor pillanatokon belül kialakulnak azok a játékhelyzetek, amiből le tudjuk játszani gólig a labdát. Aggódni valónk abszolút nincsen, hiszen ha jól számolom, 14 napja tart az átigazolási szezon, messze még a vége. Van-e olyan poszt, ahol most úgy látja, hogy esetleg érdemes elgondolkodunk erősítésen? Korábban én rengeteget... Most nem messzire gondolok. Nem, hát én Jurbin Petinél azért megállnék. ha Balmazújváros, akkor nagyon sok embernek ugye Jurbin Péter szakmabelieknek jelenti azt a támadót, aki meg tudja ott, fel tudja tenni az irány pontot, de a Belényesi Miki vagy a Batizi Pócs Balázs érkezésével is. Én úgy gondolom, hogy akár egy ékes játéknál, akár a két ékes játéknál van lehetőségünk arra, hogy ez a csapat ugyanúgy megtalálja majd a góllövő cipőért felelős játékosát.